Sziasztok, akik régóta követnek, jól tudják, hogy főként a csatornámon divat, vlog és sportcukor videók vannak, viszont van egy téma, ami már régóta foglalkoztat, és rengeteget olvasok, meg nézek filmet, sorozatot ebben a témában, és hát YouTube-on nem igazán beszéltem itt erről, egy-két videóban azért már így elszpoilereztem, hogy érdekel, de azért valljuk be, hát nem túl sok, és ez a téma a sorozatgyilkosok élete. Nagyon régóta gondolkodom azon, hogy szívesen csinálnék videókat ide YouTube-ra erről a témáról is, viszont tök őszintén egy kicsit tartottam tőle, úgyhogy nagyon sokáig gondolkodtam, hogy végül legyen-e vagy nem. Aztán úgy döntöttem pár hete, hogy miért ne, igazából próbáljuk meg, engem rohadtul érdekel a téma, úgyhogy lehet, hogy titeket is. Na és akkor az első sorozatgyilkos, akiről mesélni fogok, az Richard Ramirez, a Night Stalker, vagyis az éjszakai lopakodó, aki a 80-as évek egyik legbrutálisabb sorozatgyilkosa volt. Why did you kill those people? No comment. I cannot answer that at this time. Richard 1984 nyarától 85 nyaráig, tehát így nagyjából egy év leforgása alatt 13 embert ölt meg, és számos további ártatlan embert bántalmazott. Bár hivatalosan 13 gyilkosságot tudtak rábizonyítani, de állítása szerint ez a szám sokkal több volt, vagy legalábbis ezzel dicsekedett a börtönben. Az áldozatok nagy részét a saját otthonukban az éjszaka közepén támadta és ölte meg, viszont nagyon előre szaladtam, úgyhogy kezdjük a legelején. Richard Ramirez 1960. február 29-én született El Pasóban. Egy egészen nagy családból származott, ugyanis négy testvére volt. Édesapja Julian Ramirez egy nagyon agresszív ember volt, aki rendszeresen verte a feleségét és sajnos gyakran bántalmazta a gyerekeket, köztük Richardot is. Éppen emiatt Richard gyakran aludt éjszakánként a temetőben, hogy elmeneküljön az apjától, aki egyébként rendőr volt, és talán ez a legdurvább az egészben. Körülbelül 10 éves korában kezdett el rendszeresen kábítószert fogyasztani, és pár évvel később jön az igazán durva rész, amikor unokatestvére Miguel, vagyis becenevén Mike hazatért a vietnámi háborúból, és elég durva dolgokba avatta be a fiút. Mike eléggé megrázó fotókat mutatott például levágott fejekről, meg csonkított testekről, és ha ez mind nem lett volna elég, akkor arról, hogy hogyan erőszakolt meg vietnámi nőket az ott tartózkodása alatt, és talán az egészben a legdurvább az, vagy legalábbis szerintem, hogy mindez nem igazán rázta meg Richardot, ami azért ad némi aggodalomra okot. Richard 12 éves volt, amikor megszökött otthonról unokatestvérével, vagyis Mike-kal, és mindössze 13 éves volt, amikor végignézte, ahogy Mike egy heves vita közben megöli a saját feleségét, Jessie-t egy puskával. Szóval, ha engem kérdeztek, szerintem nagyjából ezek vezethettek ahhoz, hogy Richard Bor sorozatgyilkos legyen. Mike-ot letartóztatták és állapota miatt elmegyógyintézetbe zárták, Richard pedig a nővéréhez és annak férjéhez költözött, és itt 14 évesen rászokott már az LSD-re is, megismerkedett a sátánizmussal, majd végül kirúgták a középiskolából is, és egy szállodában kezdett el dolgozni. És igazából itt kezdődtek el a kisebb bűncselekmények, illetve megpróbált megerőszakolni egy nőt is, de szerencsére a férje visszaért, és ezért elkapták, és végül letartóztatták. 22 éves korában Kaliforniába költözött, és 1984-ben itt kezdte meg az igazi vérengzést. És ahogy korábban is mondtam, nagyjából egy év leforgása alatt 13 embert ölt meg, és további számos ártatlan embert megerőszakolt és bántalmazott. 1984. április 10-én kezdődött igazából minden, amikor megerőszakolt egy 9 éves kicslányt, majd leszúrta egy vascsővel. Ha jól tudom, ez volt az egyetlen olyan gyilkossága, amit megbánt, vagy ha nem is megbánt, legalábbis bűntudatot érzett, mert őszintén ő soha nem akart gyerekgyilkosként hírhet lenni. Mondjuk az már nem zavarta, hogyha gyerekeket bántalmazott, mert azt gondolom az ő fejében máshogy jött le, mert hogy egyébként a későbbiekben több gyereket is elrabolt és bántalmazott, bár őket nem ölte meg. 1984. június 28-án volt a következő gyilkossága, ahol egy 79 éves Jenny Vinkov nevű hölgy volt az áldozat. Ő rá alvás közben támadt, megerőszakolta, majd végül 17-szer leszúrta. Ezután 9 hónapig pihent, majd 85. március 17-én megtámadta az éppen otthonába hazaérkező 22 éves Mária Hernándezt, akit lelőtt, de szerencsére a kulcsával ki tudta védeni a támadást, így ő túlélte. Sajnos a lakotásra nem volt ilyen szerencsés, ugyanis őt is megtámadta és lelőtte, viszont sajnos ő nem élte túl. Aznap este még alig egy órával a támadás után kirángatott egy joghallgató lányt, egy 30 éves joghallgató lányt az autójával, és őt is megölte. A lány, aki az előtt túlélte a támadást, a történtek mellett azt is elmondta a rendőröknek, hogy az akkor ismeretlen férfi egy AC/DC feliratú sapkát viselt.
És igazából innentől kezdve rendszeresen gyilkolt Richard, és részletesen lehetne mesélni a történtekről, meg a gyilkosságokról, viszont ebben nem szeretnék belemenni több okból is, akit viszont érdekelnek, azok nyugodtan utána tudnak olvasni. Ami egyébként érdekes Richarddal kapcsolatban, hogy a legtöbb sorozatgyilkossal ellentétben neki nem volt egy bizonyos típusa, amit mindig kiválasztott, hogyha áldozatot keresett, ő konkrétan korosztálytól és nemtől függetlenül bárkit megölt. Illetve nem volt egy fix eszköze sem, használt például fegyvert, hentestkést, zseblámpát, telefonzsinort, macsetét, kalapácsot és technikailag bármit, ami a kezébe került. És valószínűleg ezért is volt nehéz beazonosítani és elkapni őt, mert nehéz volt megalkotni a profilt, hiszen nem volt egy fix módszer és egy típusa. Alapvetően békés, kisvárosi környékeken vadászott, ahol a nyitott ajtókon és ablakokon mászott be, és abban az időben elég sok nyitott ablakot találhatott, mert hihetetlen meleg volt nyáron, és a rettegés ellenére sokan nyitva hagyták emiatt az ablakot. A későbbi gyilkosságoknál gyakran találtak a rendőrök sátánizmusra utaló jeleket, például falra festett pentagramot, vagy éppen az áldozatok testébe vésve. Emellett néhány túlélő arról is beszámolt, hogy Ramirez arra kényszerítette őket, hogy imádatukat fejezzék ki a sátán felé és esküdjenek meg rá. Ramirez 85. augusztus 24-én az egyik gyilkosság helyszínét egy lopott autóval hagyta el, aminek a rendszámát több szemtanú is látta, és így könnyen be tudták azonosítani, és pár napok később meg is találták az autót, és az ott talált DNS mintáknak köszönhetően már biztosan lehetett tudni, hogy az újságokban emlegetett éjszakai lopakodó az Richard Ramirez. Körözést adtak ki ellene, tele voltak az újságok címlapjai az ő arcával, és ezek után igazából már nem kellett sok, hogy felismerjék és elkapják. Richard Ramirez. This photograph was taken about 8 months ago and július 22-én, pont a szülinapomon kezdődtek meg a tárgyalásai, amik szintén nem voltak túl botránymentesek. Például az első tárgyaláson Ramirez felemelte a kezét, amin egy pentagram volt, és felkiáltott, hogy üdvözlégy sátán. Végül 1989. szeptember 20-án minden vádpontban bűnösnek ítélték, és fun fact, a per 1,8 millió dollárba került, ami akkoriban a legdrágább gyilkossági per volt Kalifornia történetében. And find the defendant, Richard Ramirez, guilty of murder. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of. I am beyond your experience. I'll see you in Disneyland. És még egy kis érdekesség a tárgyalásokról. Szerintem nem volt egy kifejezetten szép ember, nem tudom, hogy mit gondoltak, viszont ennek ellenére rengeteg hódolója és rajongója lett. Nagyon sok szerelmes levelet kapott a börtönben, és például volt egy nő, Doreen, aki 75 levelet írt neki, és rendszeresen látogatta is a börtönben. És végül képzeljétek el, olyan messzire fajult a dolog, hogy 1988-ban Ramirez megkérte a kezét, és 1996. október 3-án összeházasodtak a börtönben. It feels wonderful. I'm so happy. I'm so thrilled. I can't help the way the world looks at him. They don't know him the way I do. És ami számomra a leginkább sokkoló, hogy egészen 2009-ig boldog házasságban éltek, ugyanis a nő meg volt róla győződve, hogy Ramirez ártatlan. Egészen addig azt hitte, amíg a DNS vizsgálatok 100%-osan bebizonyították, hogy ő erőszakolta meg és gyilkolta meg a 9 éves kislányt, ugye aki a legelső áldozata volt. Ezután pedig még abban az évben, vagyis 2009-ben elváltak. És bár hihetetlen, de tudom még fokozni, 2013-ban megkérte egy 23 éves írónő kezét, aki igent mondott, viszont nem tartott túl sokáig a románcuk, ugyanis még abban az évben rosszul lett, kórházba került és június 7-én 53 évesen elhunyt. Richard Ramirez, the serial killer known as the Night Stalker,
is dead. És igazából ennyi lett volna az éjszakai lopakodónak a rövid története, remélem, hogy tetszett. Kérlek, írjátok meg kommentben, hogy mit gondoltak az ilyen típusú videókról, meg hogy hogy sikerült, én nagyon izgultam. És nyugodtan írjatok egyébként tippeket is, hogy kiről szóljon a következő ilyen típusú videóm, kit szeretnétek látni. És köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, kövessetek be TikTokon és Instán, és legközelebb pedig találkozunk. Sziasztok!